Na, sziasztok, üdvözletem innen itthonról. Jelenleg éppen ez a számítógép takarítós vlog veszi kezdetét. Ja, évente legalább kétszer, de legalább egyszer, igazán kétszer kéne, de én csak egyszer csinálom meg. Ki kell puszolni egy asztali számítógépet, még laptopot is, csak az kicsit nehezebb szétszedni, de azért hogy porosodik az annyira, hogy nem árt neki, hogyha legalább évente egyszer, úgyis pedig az ágból ki van takarítva. Mindjárt meg is nézzük, hogy ezt hogy kell csinálni. Látjátok, közben szétszedem, itt van legalábbis az oldalapját leszettem, így a porszívóval jobban hozzá lehet férni, itt már a nagyja port azt felszívtam belőle, és ezzel ilyen jó számítógép házban van, ez a nagy szerverház, hogy ilyen porszűrők is vannak rajta, egy kicsit kevésbé porosodik, de azért látjátok, hogy és itt is már megjárattam rajta a porszívót, de még ez se elég. És ilyet nézzétek meg a ventilátort, hogy mennyire összegyűjti a port, tehát ide még hát, hogy még kicsit komolyabb fegyverek is kellenek. Rából egy sűrített levegős vél lenne a legjobb, csak nem biztos, hogy van itthon, de remélem fogok ilyet is találni. Egy sűrített levegőt nem is találtam itthon, de ennyi van legyen. Én igazából azt szoktam inkább csinálni, ami jobb megoldás, hogy van a közelbe benzinkút, vagy valakinek van otthon kompresszor, bár azt azért kétlem, azt azért az ember nem szokott otthon tartani csak úgy, de kompresszorra nagyon jól ki lehet csapatni a port belőle. Na, általában úgy csinálom, hogy itt nem messze tőlünk van egy benzinkút, hogy hónom alá kapom, átviszem oda és a kompresszorral fogom kicsapatni. Hát ezt most nem fogom videózni, még hogyha meg is csinálom most este, de szerintem majd ez marad holnapra, mert igazából ráér. Most csak a nagy gyapót fogom porszívóval összeszedni róla. De azt majd a videón kívül. És akkor nézzétek, meg leszettem a másik oldallapot. Az átlátszó plexis, és nézzétek meg, hogy mennyikor összebír így gyűlni, ám rendesen. Ez is összeszedi. Hát itt is a lecsapatás, meg a hát itt a letörölgetés működik, aztán meg porszívó. Más megoldás itt se nagyon van. És hát itt a házon belül is, de szerencsére azért hátra a porszívőnek, meg annak, hogy azért össze kipuceváltam, annyi por nincs benne, de hogyha megnézitek kicsit jobban, akkor, de ezeket simálni kendővel, vagy egyet ilyen törlőrongyal le tudom törölni. Aztán meg majd porszívóval kicsapatom belőle. Hát igen, itt az SSD meg a HDD az annyira nem koszolódik, de most nem, azért teljesen nem fogom most szétkapni, mint fogsz a lábtörlőt, mert időnként azt is kell, vagy legalábbis nem áll, de azt azért nem kell évente megcsinálni. Tehát ilyen 2-3 évente, és az a gép még egy éves. Csak úgy, hogy 2-3 évente azért meg lehet azt is csinálni, tényleg, hogy szétkapod abszolút, és akkor mindent, tehát tényleg lesapatni itt a hűtőbordát is, vagy rendesen kiszedni, és akkor ecsettel, meg különböző dolgokat itt a hűtőbordáknak a vágatóiból is kiszedni, vagy leszerelni itt a ventilátort alatta is, alaplapot kiszedve és alatta is kisugdolva a gépházat, műanyag elemeket lemosni azért csapba, csak hát ugye akkor meg több mint egy napra kiesik a gép, vagy legalábbis egy napra biztos, mert hagyni kell, hogy megszáradjon. Úgyhogy azt most nem fogom megcsinálni, most nem tudom, hogy ideig nélkülözni a gépet. Erre a napra még tudom, vagy legalábbis erre az estére. De hát ez igazából ezt egy óra múlva szerintem már össze is tudom rakni, vagy maximum másfél. Miután itt rendesen kipucoltam. Ja igen, egyébként ez a CPU hűtő. Ezt jól látjátok, mert azért gigantikus az proci van benne, és kell neki a hűtés. Hát ugye egyébként meg nézzétek, ez itt egy VGA kártya, a tápegység, van benne egy Winchester, egy SSD, sőt igazából van benne még egy SSD, mert az egyik SSD az itt van benne. Ott a lapjával, de azt most pont nem látszik, és itt van benne még egy vinyó. Hát ez a két Winchester van benne. Meg két SSD, meg egy DVD író. Úgyhogy ennyi, még itt lehet egy picit jobban megpucolni, és aztán mindjárt elmegyek porszívóval ismét. Ez a sűrített levegős flakon előtt még lehet ez a mély tüdőből belefújok. De ez igazából csak fölkavarja a port, viszont arra jó, hogy akkor, hogyha megy a porszívó és akkor csinálod, akkor
Akkor azzal össze lehet szedni. Úgyhogy most ezt is fogom tenni. Akkor folytatjuk takarítási útmutatónkat a billentyűzettel. Hát ez eléggé retkes így már, azt látjátok is rajta. Ez a billentyűzet már 8 éves legalább. Sőt, 2011-ben vettem, akkor már bőven túl van a 8. életévén, és hát az is látszik, hogy azért használtam, nem is keveset. És hát főleg, hogy én azért az a tényleg az a rend és azért fegyelem, mint a mintapéldányban, hogy pláne itt szoktam előtte enni, meg inni, meg mindent csinálni, úgyhogy gyakorlatilag szerintem tele van mindenféle morzsákkal, meg a többikkel. De azt lehet csinálni, hogy így befelé kell fordítani, csak most a kamerával nem tudom mutatni, mert kezem fognak, és akkor így meg kell ütögetni az alját, és akkor így szépen kipatyognak belőle a morzsák. Meg itt a tetején kéne ütögetni, csak hát úgy, hogy közben fogom a kamerát, úgy nehéz. Úgyhogy csak elmondom, hogy az, hogy kell, de hát így látjátok, már a gombok is kezdenek lekopni róla. Jönnek meg a jelölések. Ragad is már egy-két helyen, hát igen, nem tesz neki jót, hogyha mindig ott teszek előtte, de hát bírja végül is, mert ez mind 8 éve megvan, és semmi baja. És már a második gépre ez van kötve.